Lassan, majdnem lassan a végére érünk a mai napnak, de csak nagyon lassan, mert még maradjatok itt, mert nagyon sok program lesz számít. Úgyhogy remélem mindenki kivásárolta magát a tombola ügyben, meg a mindenféle nyalangságokban, meg mindenféle meccsekből. Ha már meccsek. Ki ismeri a Fate-et? Mint franchise? Jó, oké. Oké, igen. Ugye ennek nagyon sok sorozata van, kicsit össze-vissza, de azért mégse. Na, úgyhogy erről lesz most egy kis előadásunk. Sors Kalausz címmel. Gyakori kérdésként is megállná a helyét bármely csoportban vagy fórumon, hogy a Fate szériákat milyen sorrendben kell nézni. Vagy, ha kijön egy új széria, ova vagy mozi, akkor annak milyen előzményei vannak. Mit kell ismerni, látni hozzá, hogy az ember értse. Ehhez a káoszhoz pedig bizony elkér egy kalauz. Fate franchise felépítése Ritz-től. Fogadjátok szeretettel! Sziasztok! A Ritzoin Factories szabcsapatnak vagyok egy alapítója és főfordítója Ritz, és hát egy kis rövid előtörténet azért mindenképpen. Ugye a Fate franchise-hoz nekem még úgy lett szerencsém, hogy én akkor kezdtem az animézést, amikor még csak egyetlen egy mű volt belőle. Ez akkor még 2007-8-at írtunk, azóta eléggé terjedelmessé nőtte ki magát ez a franchise, és körülbelül nem kellett hozzá 4-5 év, hogy az ember totálisan elveszten, úgy, mintha ez egy 20 vagy 40 éve futó kis franchise lenne. Hogy például említsek ilyenekből Getter Robo, aminek az utolsó évada az konkrétan történetileg most a szezonban fut, vagy esetleg mondjuk egy olyat, ami szintén ilyen hatalmas franchise, az a Gundam. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Hoppá. Hogy azért egy kicsit lássuk, hogy mennyire komplex ez a világ. Ehhez igazából egy embernek talpon kell lennie ahhoz, hogy ezt átlássa, de maradjunk annyiba, hogy én is inkább leülök hozzá. Szóval, úgy néz ki a dolog, hogy ez a gráf igazából egy kicsit kiterjesztett, nem csak a Fate-et tartalmazza, hanem az összes egyéb Kinokunasu, illetve a hozzátartozó művek által kiadott idővonalat. Ebben benne van a Tsukihime, benne van a Fate franchise, benne van a Karanok Yokai is. Ezek mind egybe tartoznak. Vannak olyan karakterek, akik gyakorlatilag az egyikben föltűnnek, a másikban ott vannak, csak ugye a háttérben, nagyon kicsi dolgokba segítkeznek, és igazából ez az, ami összekapcsolja az összeset. Egy karakter lehet, hogy egy másik utat fog bejárni egy másik idővonalon. Lehet, hogy teljesen más dolog lesz belőle. De hogy azért valahol csak el kell kezdeni ezt az egészet, és kizárólag a Fate-re, vagyis a kép alsó kétharmadára fókuszálnék elsősorban, kihagyva mangákat, visual noveleket, és legfeljebb olyasmit választottam, aminek van animésített változata valamilyen formában. Így rengeteg időt megspórolunk, és rengeteg magyarázatot is. Kezdésnek először egy forgács darabot választottam, ami egy önmagában is nézhető darab, ez pedig a Fate Prototype. A Prototype az előttére sose jelent meg. Ezt Nasu a középiskolás, főiskolás évei alatt írta. Az eredetileg két háborút felölelő, tokiói háború, korai háborút meséli el. Rengeteg olyan történet elem van, meg visszatérő dolog benne, amit később felhasznált, idővel vagy később. Ez egy 2011-ben kapott egy reklámot. Egy ilyen 10 perces kis valamit, ami eléggé szedet vetett, nem nagyon fogja elmondani, hogy ez miről is szólt, de azt lehet látni rajta, hogy ott azért volt egy rankás ötlet, ami nagyon jó. Viszont idővel, ettől függetlenül az ismert történetelemek alapján, illetve azt, amit
Nasu megszellőztetett a különféle interjúkban, az alapján írtak egy light novelt, egy ötkötetes kis regényciklust. És igazából erről nem sokat lehet elmondani, még azon kívül, hogy ennek van egy kis pikantériája. A Fate franchise-nak a fő arca, Saber, az ebben a változatban Arturia Pendragon, az férfiként, rendesen Arthur Pendragonként jelenik meg, és Merlin a nő. Később ez a dolog felcserélődik, Merlin lesz a férfi, Arthurból lesz a nő, és még egy kis érdekesség, a szinkron színészek is helyet cserélnek. És akkor indulunk a maradéjjel, de mi nem fogunk éjszakáig maradni, úgyhogy helyett inkább csak Stay Night-olunk simán. A belépőnek lehetne nevezni igazából a Fate Zero-t. Mert időrendileg az jön előbb, gyakorlatilag egy rakás olyan elem van benne, egy rakás olyan történeti darab van benne, ami viszont a későbbiekben, a három különböző Fate Stay Night szálon eléggé komoly spoilerrel fog rendelkezni, úgyhogy igazából a Zero-t érdemes utólag tartogatni. Mert rengeteg mindent olyat magyaráz el, ami még magában se a Dean által 2006-ban készített sorozatban, se az alatta mutatott 2010-es rekapovában nem jelenik meg, sem a Dean-nek a 2010-es UPV mozifilmje, amit nagyon szeretnek elhallgatni, hogy mióta az UFO tape-ből megcsinálta 2014-15-ben a sorozatváltozatot az Unlimited Blade Works-höz, azóta gyakorlatilag a szőnyeg alá söpörte mindenki a mozifilm létét. Igen, jó volt az is. És utána a UFO tape-ből dobott egy hatos golyóval, és azt mondta, hogy akkor megcsináljuk a Heaven's Field-t is. És szóval azt kell tudni erről, hogy ez a három szál az ugyanazt a történetet meséli el másképp. Az van, hogy a főszereplők, Emiya Shiro, az hogyan áll hozzá ez a Central háborúhoz. Ha azt mondja, hogy az ő apjának, a nevelőapjának a tanait ő teljes mértékben elfogadja, akkor megyünk a Fate Stay Night-ra, simán. A 2006-os, illetve a 10-es ova, bár a 10-es ovát senkinek nem ajánlom, kétszer egy órában összesűrítették a 26 részes, illetve majdnem 80 órás játéknak a történetét. Ha abból akar valaki tájékozódni, annak őszinte részvétem. Az nem fog semmire sem menni. Arra nagyon jó, hogy frissítse az emlékeit, semmi másra nem. Ha azt mondja, hogy a nevelőapjának a tanait részben elfogadja, vagyis nem lehet mindenkit megmenteni, de akit lehet, arra törekedni kell, akkor jön az Unlimited Blade Works. Ha meg azt mondja, hogy sutba a nagy nevelőapámnak az összes tanával, engem egyedül egy csaj érdekel, Sakura, őt akarom megmenteni, akkor Heaven's Field. Illetve még egy kis érdekesség, hogy a Heaven's Field szeretik kánonnak nevezni, elsősorban azért, mert a Zero-nak a hangulatához hozzátartozik, amit viszont már nem Nasu írt, hanem a szomszédja, akkor még Urobuchi Ken, akit, ha még a másodban nem ismerhetek, akkor mondjuk a Madoka franchise-nak a szerzője, Sayano Uta, esetleg még Gargantua volt, Arnoa Zero. Nagyon azt kell róla tudni, hogy imád szereplőket elkukázni és pillantok alatt. Viszont érdemes ezeket megnézni, tehát ezek az alapkövetelmények. Vagy ez a nem keverendő össze, egyiket elkezdted nézed végig azt az ágat. Utána át lehet térni a másikra, hogyha az is érdekel. De a Zero-val mindenképpen zárni kell. Erre még maga Fire Eject is egy YouTube videóban azért felhívta a figyelmet, és azért a véleményét osztom ebben a dologban. Viszont a Zero-nak van egy másik ága, másik folytatása, ez pedig a Lord Elmelloy Nisei no Chikenbo, vagyis második Lord Elmelloynak az ügyaktáj. Ez úgy fogant meg, hogy Urobuchi és Nasu éppenséggel asztali társasoztak egy másik ismerősükkel, és azt mondták, hogy te, figyelj már, fogadjunk. Nem lehet krimit írni a Fate franchise-hoz. A srác meg azt mondta, hogy na várjatok,
lerakta ezt a 10 kötetes light novel alapot az asztalra, és azt mondta, hogy fogd meg a sörömet. Ez hangulatilag sokkal inkább tényleg a krimire megy rá, illetve a Page Zero-ban megismert Velvet Weavernek a felnőtt ténye kezd nyomozni. Ugyanúgy visszatérnek dolgok, tehát lesz átkapcsolás a Grand Ordernek az idővonalára egy szereplő kapcsán. Lesznek olyan elemek, amik viszont meg a Cuki hímében jönnek vissza, ez például a misztikus szemek. Arra konkrétan az fél évadot felépítik. Ennek egy folytatása a Faint Strange Fake, ami jelen pillanatban mangában és light novelben fut. Anime formájában csak egy kis rövid reklámot kapott, a light novelnek a megjelenése végett. Úgyhogy erre még várunk igazából. Meg lehet nézni a magát, hogy nagyjából milyen az a reklám, de így is kell kezelni igazából. Hát mit lehet még itten igazából mondani? Túlzottan nagyot nem. A Lord Elmelloy nézszeit igazából meg lehet nézni önmagában is. De lesznek kérdések, arra viszont vissza kell térni mindenképpen az Zeróhoz, meg úgy unblock bármihez. Van egy másik idővonal, a Kaleid Liner. A Kaleid Linernek az viszont úgy indul be, hogy a Zerónak a történései nem esnek meg. Kiritsugu fogja levadászni az összes mágust, aki részt venne a Grál háborúba, és ezzel eltéríti az idővonalat. Az idővonal az első évaddal indul be, bal oldalról a másodikkal. A filmet az előzményként tartjuk számon, de érdemes a negyedik évad után, a Drey után megnézni, mivel hatalmas atombomba mértékű spoilert tartalmaz az előző három évadra. Ebben a változatban megint felütik a dolgot, ugyanis az alapjátékban, már a Fate Stay Night alapjátékban már megjelennek olyan apróságok, például a Hushojo. Sőt, a Fate Hall of Ataraxia című folytatásában, ami gyakorlatilag egy mellékszála és valamelyes folytatása átértelmezés a Stay Night-nak, abban már feltűnnek a Kaleido botok, feltűnik a Rinnek az a formája, amit ebben kisboszorkaként, Mahoshojo-ként láthatunk. És igazából azt kell róla tudni, hogy ez egy nagyon komolytalan. Nagyon komolytalan, és hát 18 pluszos, ugyanis nagyon erősen tombol benne a leszbikus faktor. Ezért tényleg csak nagyon olyanok nézik meg, akik ezt szeretik jobban. Hangulatilag is beindul egy változás egyébként a folyamata során, ugyanis elindulunk a Cardcaptor Sakura irányából, a habos-babos, rózsaszínes, kellemes, kedves, mi egyéb dologból, és igen hamar átmegyünk Nanohába. Amikor már minden arról szól, hogy na, akkor pusztítunk. És ez igazából csak a Dreyre, vagyis a negyedik évadra lesz majd igaz. A Licht, vagyis a Névtelen lány alcímet viselő film, az most jelent meg augusztus elején, úgyhogy ez még nagyon friss. Az konkrétan már folytatja a Dreyt, és nem sokkal utána már bejelentették ennek is a folytatását. Szóval érdemes így, és szigorúan kiadási időrendben, tehát ahogy megjelentek ezek. A Fate Extra, illetve az Extella idővonal. Itt nem történik meg a negyedik háború egyáltalán, szintén. Ellenben még előtte, 20 évvel, az 1970-es években bekövetkezik egy ökokatasztrófa, aminek hatására a Földünk elkezd haldokolni, az élet elkezdi elveszteni a gyakorlatilag az abból fakadó varázserőt, és így az mágusok azt találják ki, hogy innentől kezdve ők létrehoznak egy virtuális világot, és abban fognak programkódok által varázsolni, és azzal úgy folytatják a saját módjukat. Ezt meséli el gyakorlatilag a Fate Extra PSP-s játék, aminek majd valamikor jönni fog a remake-je. 10-es évfordulóra ígérték, hát mi az már sajnos elmúlt. De abból indult ki az egész,
kapott még egy játékot, utána már az Extellával folytatták, és abból van még két játék, az utóbbi kettőt egyébként Steamen is meg lehet venni, és lehet játszani. Ennek az anime változata egy mellékszál. Ugyanis a játék azzal ér véget, hogy van egy titkos ellenfelünk, meg egy titkos szolgája, és a sorozat azzal indul, hogy a kánon főszereplőnket elbocsázza. Elég keményen, kész. Kaputra teszi, ennek hatására megszűnik ez a világ. És teljesen kitér önmagával. Onnantól kezdve megkapjuk az extrát, illetve annak a folytatását, az Illustrious Tentosetsu-t, ami igazából a sorozat utolsó három része, csak kapott valamiért egy olyan címet, mert nem akarták leadni a tévébe. Mindenképpen azt kell még azért hozzátenni, hogy ez egy eléggé érdekes évad, ugyanis egyfelől már a SAV csinálta, és nem bírta ki, hogy nem mondogat a Rissa szét. Úgyhogy rengeteg hirtelen vágás, túl közeli kép, túl exponált kép, csillogás, mi egyéb lesz benne. Konkrétan én már azt sem emlékszem, hogy láttam benne színeket, annyira exponáltak. De minden esetben történetileg egy komoly darabról van szó már, ugyanis a főhősünknek van egy identitás zavara, egy identitás problémája, amit meg kell oldania az évad során. És leginkább e köré építik fel az egészet, illetve magának ennek a virtuális világnak a megmentése. Ha egyáltalán az lehetséges, és bár nagyon úgy fest, hogy igen, mert visszacsatolta az idővonal saját magát. Gyakorlatilag. Ezt viszont nem folytatták animeként. Legfeljebb még annyit lehet elmondani, hogy ugyanúgy a SAV-t csinálta, ugyanúgy az extrához, és az pedig a játékoknak a bevezető opening animációi. Azokat is külön meg lehet nézni YouTube-on, bár igazából szintén az a reklám-reklám címzet. És akkor jön a Grand Order, egy mobiljáték adaptáció, és a Grand Order-rel, akármennyire is lehet mondani ezt, hogy legfőbb rend, így fordítani, maga az adaptáció a legfőbb káosz. Ugyanis a mobiljátéknak az első fejezetét feldolgozza a First Order. Időrendben az első. Aztán fogják és átugorják a fejezeteket, és azt mondják, hogy akkor megcsináljuk a hatodikat, a Camelot mozit. Abból kettő van, a másodikat még várjuk, hogy megjelenjen egyáltalán. De az első a Wandering Ergetaram, vagyis az Üstkor. Annak majd a folytatása, utána jön a Zettai Maju Sensen Babilónia, vagyis a Démoni Magasztos Határfal, Babilónia fejezete, ami hozni fogja azt a kalandos formát, amit mondjuk egy Indiana Jonesnál el lehetett még úgy viselni és szeretni. Ugyanakkor rengeteg olyan van benne, ami történelmileg pontos. Gyakorlatilag arra is figyeltek, és ebből írtam annak idején a sorozathoz egy 30 oldalas szakdolgozatnak is beillő kis dolgot, hogy mi minden volt ebben igazából pontos, és abban csak a történelem volt 15 oldal. Utána jöttek olyan művészettől kezdve, a divaton át, az már mondjuk nem sikerült nekik, az sikerült nagyon szépen arabosítani. Folytatásának pedig a Grand Ordernek, hát én azt már meg nem mondom, mi az alcíme. Lényeg az Idő nagy temploma Salamon fejezet, ez zárja az évadot hivatalosan a mobiljátékba. Ugyanis az viszont meg a Moonlight Rostrum zárja le az animébe, amiben visszaemlékeznek az összes olyan dologra. Kiadási sorrendet azt viszont meg érdemes megemlíteni. First Order, Moonlight Rostrum, aztán jött a Babilónia, kiadták a Camelotot és aztán a Salamon. Ugrálnak ebben, mint a franc. És még attól függetlenül meg lehet nézni, különálló fejezetek, de a First Order az kötelező hozzá, mert az mondja el igazából az alapot. Esetleg a Zettai Maju Sensennek a nulladik része, amit Initium Iterként adtak el, mint speciált. Az összefoglalja az összes kihagyott fejezetet, amit leginkább azért nem akarnak feldolgozni, mert mindegyiknek valahol a népszerűségi indexe a 10-es skálán a 2 és a 3 vagy a 4 között mozog.
miközben a Camelotnak és a Babilóniának eléggé magas volt. Egy ilyen 7-es-8-as népszerűségi index volt 10-es skálán, és a Stallone meg már gyakorlatilag úgy tuszkolták be mozifilmként, hogy na jó, akkor valahogy már kössük össze ezt a végét. És ez nagyon érződik ezen az idővonalon. Még vannak ezekhez úgynevezett reklámok, ez viszont a mobiljátéknak a különféle eventjei, a különféle fejezet megnyitások, mi egyebeknek a reklámjai. Rengeteg olyan karaktert fogtok viszont látni, akit soha a büdös életben nem. Ha csak nem dolgozzák föl, bár elég erős kételjeim vannak ezzel kapcsolatban. De ha valaki el akarja kezdeni egyébként a játékot, még ahhoz tudok egyet ajánlani, ne nagyon törjétek magatokat. Már abban az értelemben, hogy ne siessetek húzottan vele, mert a Camelot fejezetnél úgy meg fogtok akadni, mint a franc pillanatok alatt, hogyha végig suhantok az első 5 fejezeten. És akkor jönnek a forgácsok, amelyek már igazából önmagukban is nézhetőek. Kell ezért egy kicsi előzmény mindegyikhez, kicsi ismeret, de azok utólag is pótolhatóak és elmaradhatóak. A Fate Apocrypha egy 5-kötetes light novel dolgozott föl, az A1 Pictures készítette 17-ben. Ez konkrétan ott állt be, hogy a harmadik Grál háborút azt nem sikerül lezárni. Az Ainsberg család gyakorlatilag azt mondja, hogy hát akkor ők csalnak, és a csalás az egy kicsit máshogy alakul. És egy olyan szolgát idéznek meg, aki hozzásegíti azt, hogy a... És itt most elnézést a földrajzi szomszédainktól, de a románok ellopják. Tehát a román család ellopja az egészet, magát a Szent Grált, és kisajátítják körülbelül a évezred fordulójára. Fordulójáig, és akkor egy nagy Szent Grál háborút rendeznek, 2x7 karakterrel, és ezt dolgozzák föl 24 részben. Az első felét azt nagyon próbálták úgy megcsinálni, hogy hát akkor még ugye a zérót próbáljuk meg valahogyan hozni, imitálni. Nem jött össze, hangulatilag nagyon nem volt a toppon, utána meg már azt mondták, hogy Jézus Úristen, nekünk még van itt 4 kötetünk, és 12 részünk. Ezt majd fogjuk megcsinálni? Hát, átmegyünk rajta, mint finga katyán. És ezt is csinálták. Ehhez még azért hozzáadtak még egy pár olyan dolgot is, hogy nagyon szerették elmismásolni, tehát 12. résznél, 16. résznél és a 21. résznél csináltak olyat, hogy akkor most rekapolunk. Másik, ez mellékes, és ez a Stay Night-hoz tud kapcsolni, tehát ha Stay Night-ot valaki megnézte, akkor ezt már nyugodtan megnézze. Nézheti Emiya-san no Chi no Gohan. Igazából ez amikor vedd ki az ecsit a Shokugeki no Soma-ból, tedd bele a főzés iránti szeretetet, és olcs bele fétbe. És akkor Viola. Ennyi az egész. Viszont egy olyan iashikei, vagyis egy healing, gyógyító jellegű, kellemes, én úgy melegnek szoktam érezni, bár ki hogy szokta ezt mondani, de egy ilyen kellemes, meleg elengető érzés maga az a 12 részes sorozat, ami igazából semmi másról nem szól, mint hogy hát akkor most valamelyik karakternek főzünk valamit. És ezt is az UFO tépből készítette. Rendkívül jó mémanyag. És Stay Night után kifejezetten olyan levezetésnek ajánlom. És akkor vannak a forgácsok, ezek önmagukban paródiák. Egyik paródia, másik paródia, és mindegyik a saját nagyjából idővonalához kapcsolódik. A Carnival Fantasmus az alapvető fétet viszi a Tsukihime karaktereivel együtt. Ha nem ismeri valaki a Tsukihimét, az se baj, olyan poénokat írtak meg rájuk is, hogy igazából nem nagyon kell őket ismerni hozzá, vagy úgy a kicsit a parodizált változatokat megismered maga a sorozat alapján. Tehát erre azért még úgy ügyeltek.
A fékrándort ennek utána jött 1-2-3 paródia speciálja is. Az egyik a Himurono Tenchivel vette össze, ami szintén egy Light Moon cím, és a Stay Night-nak a nagyon-nagyon-nagyon statiszta mellékszereplőivel teszi meg úgy középpontnak, hogy akkor ők hívják a Szent Grált, nem a főemberek. Ezzel rakták össze, utána jött a Manga de Vaccaro Fate Grand Order, amit egy bizonyos Ryu rajzolt folyamatosan. Rengeteg játék mechanikai dolgot, illetve történeti dolgot mesél el maga a manga paródia formájában, és ezt csinálták meg gyakorlatilag egy